A Gyöngyszemek Alapítvány többféleképpen igyekszik segíteni a fogyatékkal élőknek és családjaiknak. Céljuk a napközi, otthoni foglalkoztatásának minőségi fejlesztése, bővítése, szocializáció elősegítése. Támogatják a szülőket is tapasztalatcserével, információ átadással, illetve mentális segítségnyújtással. Fontosnak tartják, hogy többi között közös kirándulások, nyaralások és színházlátogatások által is elérjék céljaikat. A héten például a Papszigeten tartanak tábort, az alapítvány kuratóriumi elnökét, az első lépésekről, az alapításról kérdeztük. A Gyöngyszemek Alapítvány 2008-ban alakult, kispestői szülők, akiknek fogyatékkal élő gyermekük van, ők álltak össze és létrehozták ezt az alapítványt, ehhez csatlakoztunk mi a barátnőmmel 2017-ben, azóta már többször alakultunk át. Eleinte csak értelmi fogyatékos felnőttekkel foglalkoztak és segítették őket. Most már 10 éves kortól várjuk, tehát fogadjuk a gyerekeket, fogyatékkal élőt és egészségest is. 2017 óta már 10 éves kortól fogadjuk a gyermekeket programjainkra, várjuk őket és egészségeseket is. A Papszigeten második alkalommal rendezik meg a tábort. A helyszínválasztás egy jól sikerült véletlennek volt köszönhető. Ez már hagyománnyá válik, hogy itt rendezzük meg táborainkat. Ez egy integrációs tábor, bűnmegelőzési sport és baranta tábor, meg plusz angol, tehát tényleg sokrétű. A kuratóriumi elnök kitért arra, hogy kik vannak jelen a táborban. Jelen pillanatban az 5,5 éves a legkisebb gyermekünk, aki táborozik, és 50 körüli fogyatékkal élő a legidősebb. Közte mindenféle megoszlásban a barantások azok fiúk, most csak úgy álltak össze, és a sporttáborunk az vegyes, meg az angol tábor. A tábor változatos programjáról és jelentőségéről is beszélt a szervező. Ön kutyás rendőrök jöttek bemutatót tartani, két tüneményes munkakutyával, rendőrkutyával. Nagyon nagy élmény volt nekik. Ott ez is egy ilyen közös program volt. Kedden vízi rendőrök voltak vízi járművel, mentőhajóval, amit hát messziről bemutattak, mert kicsit körülményes most így az áradás után a partra lejutni, de nagyon nagy élmény volt. Az is. Délutánonként sportfoglalkozás van, világbajnok sportolókkal, Thai box harcos, aki hát hihetetlen, de magyarként Thaiföldön nyert a thaiok ellen, tehát thaiföldiek ellen, úgyhogy nagyon. Ma Murádi Zsoltot várjuk, 10-szeres kickbox világbajnokot, holnap Katona Barnabás, 2-szeres kickbox világbajnok sportolót várjuk, pénteken pedig Póka Éva művésznő látogat el hozzánk. A bűnmegelőzés nagyon-nagyon fontos. A fogyatékkal élők elég sűrűn esnek bántalmazás áldozatává, becsapják őket, olyan dolgokra kérik fel, ami bűncselekménynek minősül, és ők erről nem tudnak. És próbáljuk e felé terelni őket, hogy felismerjék azt, hogy olyan helyzetbe kerülnek, hogy rosszra akarják őket rávenni, akkor emlékezzenek arra, hogy egyszer itt azt hallották, hogy ez nem, és hogy tudjanak nemet mondani. A harcművészet pedig a bántalmazások ellen, hogy ne féljenek annyira, hogy hagyják magukat, hanem egy picit bátorságot ad nekik. A táborban nagy szerepet kap az idegen nyelv tanítása is. A tábor nyelvtanára nem a megszokott módon informális eszközökkel tanít. Ennek a tábornak én vezetem az angol szekcióját, és ennek az a lényege, hogy a gyerekek ráérezzenek az angol nyelvre, megszeressék, és hogy életben is tudják ezt használni, mert ugye nagyon fontos az iskolai oktatás, de a gyerekeknek sokkal hasznosabb, hogyha látják, hogyha érzik, hogy kell ezt használni. Éppen ezért olyan foglalkozásokat tartok nekik, amik ezt elősegítik. Tehát például filmeket nézünk, a filmeket utána megbeszéljük angolul, kielemezzük, nagyon ügyesen lefordítják nekem, tehát ez már nagyon jól megy. Aztán megyek még velük a városba, ahol szituációkat gyakorlunk. Ilyen például, hogy én kiadom magam angol vagy, illetve idegen nyelvű turistának, és nekik kell fordítaniuk az olyan árusoknak, akik esetleg nem tudnak idegen nyelven. Ezt pont tegnap gyakoroltuk, és nagyon jól ment nekik. Aztán, amit még gyakorlunk, az az olvasás. Adtam nekik idegen nyelvű könyveket, tényleg olyanokat, amik érdekesek, a fiatalokat is érdekelhetik, és akkor azokból olvastak, nagyon szépen visszaadták. Tehát tényleg olyan foglalkozásokat tartok nekik, amiket az iskolában nem nagyon kaphatnak meg, amik hasznosak, fejlesztik őket. Aztán még ami további jó lehetőség itt a táborban, hogy vannak körülöttünk külföldiek, nagyrészt hollandok, németek, tehát olyanok, akiknek szintén az angol az idegen nyelvük,
ami azért hasznos, mert oda mehetünk hozzájuk, és nagyon szívélyesen fogadnak minket, hogy beszélgessünk, és nagyon szívesen gyakorolják velünk az angolt, és segítenek a kicsiknek, azt vettük észre. A Papszigeten egy időben több tábor is van, a több éves együttműködésnek köszönhetően a Baranta tábornak több közös programja van a Gyöngyszemek Alapítvánnyal. Ez a Baranta, ez a hagyományok megismerése, a magyar hagyományokon alapul az egész. Különböző ősi harctechnikák, de ugyanúgy a népművészet benne van, a néptánc, zene, éneklés, minden, ami ilyen magyar hagyomány, az így ennek a gyűjtő neve a Baranta, és gyakorlatilag ezt jelenti. Többféle közös foglalkozásunk van, például van nem messze itt egy ilyen medence, oda együtt szoktunk menni, vannak még olyan közös programok is, amiben beállnak a gyöngyszemesek is, tehát akár, hogyha akarnak vívni, oda is beállnak, akár ostorozni, de nagyon sokféle ezek a botforgatásokban is, ez például egyébként nagyon fejleszti a gyerekeket, meg a, tehát ez mindenkit, jobb alagyféltek működését, szóval ez nekik is nagyon nagy előny, meg együtt szoktunk, esténként együtt mulatunk, éneklünk, zenélünk, és így ezek a közös programok. A közös improvizált zenélés is kedvelt program. Összeültünk este, már jó hangulat van persze, mert mindenki fáradt, és akkor kikapcsolódásképpen, és akkor, hogy akkor citerázzunk. Na jó, van citerám, akkor elkezdtem citerázni, és akkor énekelték rá a dalokat, és akkor így ment tovább. És mindig, aki mondott valaki egy népdalat, akkor azt elénekeltük, és akkor így néznek ki ezek a programok. A táborozás élménye a szervezők és a résztvevők számára is felejthetetlen, és minden évben nagy izgalommal várják, illetve többen vissza is szoktak térni. Most itt Szentendrén ez a második, egyébként évek óta több, tehát évente több táborunk van, most már 4-5 éve folyamatosan. Igen, nagyon sok visszajáró táborozónk van, nagyon szeretnek velünk lenni, ezeket a hírességeket, a sportolókat szeretettel, családtagként, barátként várják vissza, és igen, tanulnak belőle. Tehát vannak visszajelzések, akár a önellátásból. Tehát itt a táborban mi nem anyuka, apuka vagyunk, akik babusgatjuk a piciket, hanem igenis ez a feladatot, ezt most meg kell csinálni. És megcsinálják, és tudják, és képesek rá, és büszkék rá, hogy igen, én ezt megcsináltam, és képes vagyok rá. Horváth Eszter iskolai közösségi szolgálatát teljesítette az alapítványnál, de mindig nagy örömmel csatlakozik, amint van lehetőség. Egy pár éve eljöttek a gimnáziumomba, hogy közösségi szolgálati órákat ajánljanak fel. Én meg ugye lecsaptam rá az érettségi miatt, stb. De nagyon-nagyon megszerettem ezt az alapítványt, mert befogadóak, tényleg úgy éreztetik mindenkivel, hogy fontosak. Éppen ezért önkénteskedek itt nyáron náluk, és segítek mind a kicsiknek, és hát egyszerűen olyan meleg környezetet biztosítanak, hogy meg meghívtak maguktól, hogy eljövök, most már úgy néz ki minden nyáron, és szívesen segítek nekik. A táborban hamar eltűnnek a különbségek, és egy biztonságos környezetben találják magukat a résztvevők. Első pillanatban az ismerkedéskor még egy picit tartanak egymástól, de nagyon hamar barátokká válnak, tehát igen, nagyon hamar. Tehát eltűnnek ezek a különbségek, hogy ő egészséges, ő nem, tehát fogyatékkal élő vagy nem, teljesen ugyanúgy foglalkoznak és beszélgetnek egymással. A programok megvalósítását biztosító forrásokra is kitért Oldal Brigitta. Eleinte csak az 1%-okból, tehát tulajdonképpen az a főbevételi forrás az alapítványnak, mellette pályázatokat írunk és hál' Istennek nyerünk, úgyhogy ezekből tudjuk megvalósítani a programjainkat, ami elég széles körű programokkal rendelkezünk. A táborok mellett más programokat is szerveznek, kulturális és sportfoglalkozásokat is tartanak. Alapítványunknak van színház színjátszóköre, tehát a fogyatékkal élők és egészségesek együtt alkotnak színdarab, vagy együtt szerepelnek a színdarabban, és adjuk elő, és több száz előadásunk volt már országszerte. Vannak sportfoglalkozásaink, van floorball csapatunk, ami a speciális olimpián, tehát leigazolt floorball játékosunk van, játékosaink egy egész csapat, és a speciális floorball olimpián már többször harmadik helyezést, tehát dobogós helyezést értünk el. Küzdősporttal foglalkozunk, taekwondoval. Augusztusban indul taekwondo foglalkozás, hetente kétszer, másfél órában várjuk majd a fiatalokat, és tornáztatjuk őket, vagyis sportolunk keményen. A Gyöngyszemek Alapítvány következő tábor a Tiszaföldváron lesz augusztus 9-től. Lesz még az idén tábor, egy floorball edzőtábor, egy országos, pontosabban az első országos Atlészisz Gyöngyszemek
kupa és edzőtábor megszervezése van folyamatban. A Gyöngyszemek Alapítványt érintő hírekről a közösségi oldalukon értesülhetnek.